Amikor Jézus megparancsolta a tanítványainak, hogy menjenek el az egész világba, és hirdessék az evangéliumot, és tegyenek tanítványá minden népet, akkor Jézus is tudta, és az apostolok is tudták, hogy minden népnek más vallása volt. Tehát semmi új nincs abban, hogy más vallásoknak adjuk át az evangéliumot. Ha megfigyeljük az apostolokat ige hirdetés közben, akkor azt látjuk, hogy ezek az emberek tudták, kiknek beszélnek, és hogy azoknak mi jár a fejükben. Jó példa Pál apostolnak az apostolok cselekedetei 17. részében az aténi beszéde. Ugye bemegy Aténba, háborogva el kell a bálványok miatt, ezután mit csinál? Beszél az embereknek. A lényeg az, hogy Pál apostol hidat épített, amin szépen átment és eljutott ezekhez az emberekhez az evangéliumot úgy, hogy ők értsék. A 21. századra sem változott meg a misszióparancs és az emberek lelki szükségletesen. Tehát nekünk is a saját kortársaink számára érthetően meg kell tudni fogalmazni az evangéliumot, akkor is, ha más vallásúak. Nem csak, hogyha ateisták, hanem ha például jehovatani, mormonok, buddhisták, hinduk, boszorkányok, vagy bármilyen más vallási közösség tagjai. Magyarországon 1990 előtt kb. 30 vallási közösség volt, most 2004-ben 200-zal több van. Ebben a helyzetben jött létre szolgálatunk, az Apologia Kutatóközpont. A szolgálatban alapigénnek tulajdonképpen az Ezékiel 34:16-ot tekintem, amely így hangzik. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövére és az erősre vigyázok, úgy legeltetem őket, ahogy kell. A szolgálat tulajdonképpen hármas feladatot lát el. Az első a kutatás, tehát nem keresztény vallási irányzatoknak a saját szakirodalmát olvasom el, dolgozom fel, jegyzetelem ki. Ezeknek a vallási közösségnek a tagjaival beszélgetek, képviselőivel. Próbálom megtalálni azt az utat, ahogyan érthetően el lehet nekik mondani az evangéliumot. A második feladat az oktatás. Keresztény teológiai intézetekben, bibliaiskolában, ugye Vajtai bibliaiskolában is, gyülekezeti ifikben, ifjúsági konferenciákon tanítok nem keresztény vallásokról, keresztény hitvédelemről. Az egésznek tulajdonképpen az a célja, hogy keresztényeket felkészíteni arra, hogy a megfelelő módon legyenek képesek átadni az evangéliumot a más vallású felebarátaiknak. Az ismeretterjesztést egy weboldal segíti, www.apologia.hu, illetve vannak saját füzeteink, könyveink, más hasonló missziókkal együtt dolgozva adunk ki traktátusokat is. A munka harmadik része a tanácsadás, olyanoknak lelki útmutatást adni, akik valamilyen vallási közösségben lelki sérülést szenvedtek, illetve a szüleiknek, hozzátartozóiknak próbálok tanácsot adni ebben a nehéz helyzetben. Ezúton is meg szeretném köszönni a gyülekezet tagjainak és mindenkinek az alapítványunk anyagi támogatását, és arra kérnek titeket, hogy imádkozzatok értem is, a kollégáimért és a családjainkért. Nem mindenkinek tetszik ez a munka.